Művészek és mecénások találkozását ígéri az Artagora projekt. Erről számoltak be a szervezők egy szerda délelőtti sajtótájékoztatón. A Rotary Klub Győr Rába civil szervezet kezdeményezésére induló program segíti a Győrhöz és a régióhoz kötődő művészek munkáját. Egyesült erővel változtatni a világon, ez a Rotary klubok és a Rotary Internacionálnak a jelmondata. Emögé hozzátettünk egy Artagora nevű projektet, azaz teret adunk a művészek és mecénások találkozásának. Úgy gondoljuk, hogy Győr az utóbbi mondjuk 10 évben olyan szép teljesítményekkel, kulturális művészeti teljesítményekkel rendelkezik, amelyeket érdemes továbbvinni, kiterjeszteni. Ennek keretében 2 kiállítást és egy jótékonysági estet is szervez a Rotary, több civil szervezet és művészetet pártoló személy együttműködésével. Ne kelljen a győri művészeknek elmenni a városból azért, mert érdektelenségbe ütköznek. Ugyanúgy, ahogy Borsos Miklósunk, Kovács Margitunk, megvolt ők. Őket a világhír repítette el a gyönyörű szép városunkból, lehetőleg a mostani művészek is csak akkor kerüljenek el a városból, hogyha hasonló sikereket érnek el. Ez a győri kezdeményezés jól beleillik az országos Rotary Klub palettájába. Gondár György leendő kormányzó szerint ezért teljes mellszélességgel támogatják a projektet. De mivel ez az országos Rotary-nak a palettájába teljesen beleillik, hisz nem csak a rászorultakat támogatja a Rotary országos szinten, sőt azt mondom világszinten, hanem támogatja azokat a művészeket, azokat a jövendőbeli tehetségeket, akik erre alkalmasak és megérdemlik. Ez a művészettől, a költészeten keresztül, az igazán kimondottan szellemi tehetségekig teljes palettáját átfoglalja, és mivel szerencsénk van, hogy a Győr ebbe a képbe teljesen beleillő program alá elő, úgyhogy csak támogatjuk, és országos szinten is elismerést fog ezért kapni. Az Artagora művészeti fővédnöke, professzor dr. Reknicer János, aki úgy fogalmazott, azért vállalta a feladatot, hogy egy újabb győri értéket tudjanak megvillantani. Én azért vállaltam el ezt, mert úgy érzem, hogy az a művészeti közeg, ami Győrben van, ez egy értékes és izgalmas művészeti közeg, nagy változások előtt van, fejlődés előtt van, és hogyha ebben tudunk segíteni egy kicsit, tudjuk ezt segíteni, közvetíteni a győri polgárok, és majd reméljük az ország felé is, akkor egy újabb győri értéket tudunk megvillantani. Elkészültek a támogató és a részvételi jegyek. A részvételi jegy nagyon egyszerű, ugyanakkor ami talán újdonság, hogy támogatói jegyeken a felajánlott műalkotások látható. Ezekkel a támogatói jegyekkel bárki mecénássá válhat, és a győri zsinagógában október 26-án így részt vehet azon a jótékonysági esten, ahol 8 győri művész 15 alkotását árverezik el, míg másik 8 alkotó 13 műve pedig fix áron lesz megvásárolható. A művészeti alkotások mellett széles tánc és zenei paletta várja a vendégeket. A cél, hogy a helyi alkotókat, művészeket és fiatal győrieket támogassák.